Sziasztok, srácok! Még itt egy újabb vlog, már rég volt vlog, de most már ez már a tizedik része. Hát, annyit tudok elmondani néhány szóval, hogy lassan olyan már pár napja itt vagyunk a Balatonon, vagy Szántondon. Hát, tegnap voltam fürödni a csajokkal, az unokatesom meg az egyik barátnőjével, meg a nagynénémmel, és képzeljétek el, a kiskutyájuk úszkált a vízbe, annyira aranyos volt, ez valami hihetetlen, de nagyon jó volt a tegnapi nap is. Hát jó sokáig voltam bent, már nem tudom hány percig, olyan fél óráig voltam bent a vízbe, amikor kijöttem, le is zuhanyoztam, aztán még este még néztem, hogy mit csinálnak a csajok éppen a laptoppal. Azt mondtak, nyomoznak, mert van egy magánnyomozó irodájuk, de ezt nem akarom elmondani nektek, ez csak egy érdekességből mondtam el. Na szóval, vasárnap pedig hazamegyünk Budapestre, délben indulunk, és olyan délután 2 körül már otthon leszünk. Vagy hétfőn pedig nálunk lesz az unokatesom, ez azt jelenti, hogy hát, vagy hétfőn nálunk lesz, aztán hát igen, elmegy majd a fogászatra, megvizsgálják a fogát, hogy nincs valami problémája, vagy ilyesmi. Évente egyszer lehet fogorvoshoz járni. Jó, de tavaly sem volt a fogorvosnál, de egyszer majd megint megyünk. De csak akkor, ha nem akkor kell menni, amikor probléma van, ha már mindig le kéne előnézni, hogy van egy lyuk, akkor néha be kéne tömteni, meg ilyesmit. Hát, szerintem jogos. Na. Hát most itt vagyok a szobámban, jó, és látjátok, mi változott és mi nem változott. Hát egy kicsit megváltozott a berendezés, más lett az ágy is, a falak pedig át vannak festve, jó, és látjátok, ilyen zöld színű lett, tavaly még ilyen nagyon sárga volt. Az erkélyben is a panorámas részszoba, ott is változások történtek. A csajoknál pont jó passzol rózsaszín, mert rózsaszín lett a szoba, mert ez pont csajoknak való. És hát megismerkedtem a unokatesomnak egyik barátnőjével, be is jöttem az Instagramon, elkezdtem követni. Nagyon szimpatikus, aranyos, kedves, de jó el vannak, mintha egy két testvér lenne. Hát igen. Na, megnéztem a Forma 1-nek a szabad edzéseit. Az elsőt, a másodikat megnéztem, az eredményeket nem is akarom elmondani. Hát, az első szabad edzésen, ha jól tudom, Ricardo nyerte meg. A másik szabad edzés már Vettel, nagyon szoros meccs van kilátásban, srácok. Annyira izgalmas lesz az a magyar nagy díj, már nagyon várom. Hát most ilyen borongos, valahol esik az eső, az előbb is dörgött az ég, amikor elkezdtem videót csinálni. És olyan nem sokára megint bemenjünk a vízbe, visszük a kutyát, és de ha nem fog annyira sütni a nap, akkor nem lesz probléma. Igen, mert mindig szembe sütött a nap, és alig láttam valamit, de jó volt, hogy tegnap labdáztunk, mert most is labdázni fogunk. Hát vízipisztolyt azt lehet, hogy el fogom majd vinni, hogy legyen nálam, ha nem lesz nálam, akkor nem lesz nálam. Én szoktam lefecskölni a csajokat, de most már nem nagyon. Na srácok, még ma este jelentkezők, addig is maradjatok velünk. Sziasztok, megint újból itt vagyok. Hát a lényeg az, hogy megvacsoráztam, a lányok pedig kitartóan árusítják a limonádékat. Jó is lehet hallani, éppen most a nyitott ablakon vagyok. Furcsa, mindenki rám fog nézni, hogy mi a francot csinálok odafent. Hát blogolok, öcsém. Mi más? Hát annyit tudok mondani, hogy ma legnagyobb, leghosszabb fogyakozása lesz. Olyan este 10 környékén, amikor sötét lesz. Hát most felhős az ég. Eső még nem volt, lehet, hogy ebből lesz egy eső, és még nem lehet tudni, de lehet, hogy biztos, mert a délelőtt órákban dörgött az ég észak felől, és ez a felhő már pont itt van fölöttünk. A lányok jó el vannak, én pedig
ilyenek. De erről is készül majd egy videó a Holdról. Biztos nagyon klassz lesz, meg szép is lesz. Na szóval, remélem nem éhesek még, ha éhesek lesznek, úgyis majd esznek majd valamit. Ha jól tudom, 150 forintba kerül egy limonádé, de én nem ittam, de anyukám meg apukám is hívott. De alakul a limonádé business, képzeljétek el. Na srácok, jön az édesapám, addig is még találkozunk. Elnézést srácok a félbeszakításért, de folytassuk a vlogot. És jól látjátok, ez itt az unokahúgomnak és a barátnőinek a szobája. És jól látjátok, én mondtam nektek az elején, van lámpa, mindjárt fölkapcsolom, jobban lássátok. Ez még eredetileg, ez is nagy sárga volt, mint a másik. Igen, ez még nagy sárga volt, kérem szépen. De most rózsaszín lett. Igen, lehetett látni, egy kicsit megváltozott, egy kicsit átfestették, meg új tapétát raktak fel, meg ilyesmi. Látom, ez a tulajdonos csinálta, hogy még dizájnosabb legyen. De hát ez tiszta ilyen, elég csajos szoba lett. És ez pont nekik passzolt. Na jó van, most kimenjük az EK-re. Na itt vagyok az EK-em, srácok. Ami látjátok most is nagyon jó kilátás. És emlékezzetek vissza a tavalyi blogra, mert még mindig ott van előttem az antenna, a TV antenna, de most nincsenek itt a bringák, mert tavaly voltak bringák, de a lényeg az, hogy ez sem olyan rossz. Hát most kicsit másképp. Másképp kezdődött ez a nyaralás, de nagyon jó, ez is nagyon jó. És képzeljétek el, a csajok itt szoktak, hát az unokatestvére meg a barátnője itt szoktak játszani, de továbbra is, én már mondtam nektek, még be van burulva az ég, de nem sokára lemegy a nap is. Na, annyit akartam mondani nektek, azért csináltam egy pár fotót a stéggel meg mindenhol, a lányok és áldó fotózkodtak. A lényeg az, hogy jól érzik magukat. Én is nagyon jól érzem magam. Azóta nem volt semmi bajom. Jó, egyszer már említeni akartam nektek, hogy ott volt egy oszlop, egy lyuk, és tele voltak darazsakat, de most hál' Istennek elrepültek. A lényeg az, hogy most már nincs darás veszély. Kint tudtam enni, mint bent. Annyit tudok mondani, hogy hotdogot ettem vacsira. Nagyon finom volt. És még maradt még egy rakás chipszem is. Na srácok, szerintem lezárjuk a blogot, holnap folytatjuk. Sziasztok srácok, ma vagyunk utoljára, holnap délben hazamegyünk Budapestre. Az unokatestvéremnek egyik barátnőjét már el is vitték. Mi nem sokára bemegyünk majd a vízbe. Hát srácok, szerintem este le fogjuk zárni a blogot. De most nem fogok nagyon videókat készíteni, mert éppen most nézek valami filmet, meg ilyesmiket. Ma nem túléptem az 1 gigabájtos korlátot a mobilnettel. Holnap még ki lehet még bírni, de lehet, hogy holnaptól már nem is fogok netezni, majd olyan holnap délután, amikor otthon leszek, és akkor megnéztem az időmérőt, elég izgalmas volt. Sajnos annyit lehet tudni, hogy Rúj Szemétó fog indulni a polból. Bottas második, Raikkonen harmadik, Vettel negyedik, holnap izgalmas futamnak ígérkezik. Én már nagyon várom. Na, közben jól halljátok, hogy játszik. Én pedig közben blogolok. Na, szerintem nem sokára úgyis folytatni fogjuk. Hát, nem mentünk olyan helyre, ahol blogolni lehetett. Most ez ilyen egyszerű blog lesz. Ma este be is fogjuk majd befejezni egy kis összefoglalóval, hogy milyen volt ez a nyaralás. Még nem árulom el, hogy milyen telefonom lesz jövőre, de jobb lesz, mint a Lumia 950-nél. Majd meg fogjátok látni, biztos tetszeni fog nektek, hogy milyen a videó képminősége, meg a kamerája is. A lényeg az, hogy most nézem a tévét, holnap pakolni fogunk. Megreggelizünk, aztán délben indulunk.
Hát szépen lassan, nem kell kapkodni, még holnap is el tudunk majd készülni, el tudunk készülni az indulásra. Az unokatesom hétfőn nálunk lesz, aztán elviszik a fogászatra, fogszabályzására. Igen, lesz fogszabályzója az unokatesomnak. Hát, elég fura lesz, de ez majd úgy is. Majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Aztán jövő héten már vissza fog térni a normális kerékvágás, srácok, jöjj lesznek live streamek is, minden szerdától lesznek Instagram live-ok. Ennyit akartam mondani, még ma este még jelkezek. Sziasztok srácok! Hát vége az utolsó napnak, át is vagyok öltözve pizsibe, jó is lehet látni. Tudom, ilyet nem szoktak csinálni a vloggerek, de most sajnos ez így is alakult. Na. Annyit tudok összefoglalni. Rendkívüli, elég csendes és izgalmas nyaralás volt azért. Voltak történések a kutyám, meg az ő kutyájuk között. Állandóan az én kis bombonom állandóan mászkált össze-vissza, meg a Billy nevű kutya. Megint úszkált a vízben, úgy mint tegnap előtt, mert tegnap nem voltam fürödni, mert a lányok kiállítottak egy nyomorádi standot, és nagyon jó sokat kerestek, az biztos. Nem volt valami nagy forgalom, de volt egy pár vevő, és működött. Az unokatestvérem barátnőjét elvitték, még délben, vagyis olyan negyed egy körül jöttek, megismerkedtem velük, ott volt az öccse, és elmentek Kendesre, ha jól tudom. Hát srácok, szerintem most lezárjuk a vlogot. Az elején, nem tudom, egyszer már Instagram live-on is elmondtam, hogy csinálok majd vlogot, de nem biztos. Most ez ilyen meglepi lesz, hogy lesz vlog. Na, szerintem zárjunk le a vlogot. Hát most ez ilyen pihenős, kiruncanás, nem korakerős nyaralás volt, mint Erdélyben. Ez most egy más. Akartuk elmenni valami helyekre, valamelyik nap tudtam róla lezni, és összebarátkoztam ezzel a kiskutyával, nagyon aranyos. És úgy látszik, hogy hétfőn nálunk lesz az unokatesom, egy darabig, de aztán elviszik a fogászatra. Nem megvizsgálják a fogát, ezt már említettem a videóban is, hogy miért, azt még nem tudom egyelőre, de vannak bizonyos titkaim, ami nem akarom elárulni nektek, mert lesz majd szülinapja augusztusban. Nos, srácok, én csak annyit tudok mondani, hogy nagyjából le is zárjuk a vlogot. Jövőre valószínűleg megint ide fogok jönni nyaralni Zamárdéban. Akkor még jobb lesz, akár lemehetünk 2 hétre, vagy 1 hónapra. Simán ki tudnám bírni. Hát most itt voltunk 1 hétig, hát múltkor voltam 2 héttel ezelőtt voltam Erdélyben, az is nagyon jó volt. Arról is akartam volna beszélni összefoglalva, hogy milyen volt. De most ez a nyaralás is. Szerintem hát gyorsan repültek a napok, repült az idő is. Az ember is észre sem veszi, hogy repül az idő. Hát, repül. Csak az a kérdés, hogy kibírnám még 1 hetet. A mobilnetem majdnem túlépte a korlátot. A lényeg az, hogy jó vizsgázott. Csillagos ötös. Na jó van. Szerintem most... Hát srácok, ha tetszett a videó, nyomjátok lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk egy újabb vloggal. Sziasztok!